Lehajtom a leleplezést. Előtte azonban engedje meg nekem egy ilyen kis mutatvány. Esik, esik! De legyen benne leleplezés! Parancsára, Arkadi Apollonovics, lesz benne leleplezés. Arkadi Apollonovics, hol töltötte ön a tegnapi estét? Arkadi Apollonovics, tegnap este az akusztikai bizottság zárt ülésén vett részt. Hát nem értem, hogy miközben van ennek a mágiához. Érted, fiam? Nem értjük. Nem csodálom, hogy nem érti, asszonyom. Ami a ülést illeti. Arkadi Apollonovics valóban elindult a bizottság ülésére, amivel esetleg tegnap estére nem is volt kitűzve. A gépkocsi vezetőt azonban elbocsátott a bizottság székháza előtt. Maga pedig autóbuszra ült és elment a Butyonyi Sugárút 16 szám alá egy bizonyos Milica Andrejevna Popobatykóhoz, a falu színház művésznőjéhez, ahol csak nem négy kellemes órát töltött. Elé, hamar elindulj! Táviratot, apa kiszállt majd a réteg kocsival. Ja, majd feldobok egy táviratot. Királyságnak követsége? Kérdem, érdeklődni szeretnék, hogy Mr. Edmond megérkezette már. Viktor Edmond a követség munkatársa. Köszönöm. Úgy látszik, hogy félreértettem valamit. Köszönöm. Sermesen, és megszólal este a
írásomban írok nagy illatos levelet, és nem leszek bűnös, mert élni azt szeretek. És csomagot küldök, ha eljön a karácsony, és dolgozom ezeket velem a családon. Tudom, megszólal mindjárt a telefon. Hú, hát megérkezett. Persze, hogy vártam. És honnan beszél? A követség? És meddig maradott? Beszélni szeretnék magával. Holnap? Nem. Ma kell találkozni. Látni szeretném magát, az csak nem baj. Bizony szép leszek. Büszke lesz rá. Este nyugcok. Az azt jelenteni, hogy végre túl vagyunk a bizonyításon. Hogy minden rendben van. Utak? Utak függ Chevroletkér vagy más autó? Még van, hogy milyen hotel? Mit tudom, hogy milyenek az utak? Kitűnőek. Apállíták a rendes szobát, ha nem megfelelő, akkor akadásra osztályú hotel is. Jó. Mondok, megyek bankváltókkal. 3000 dollár? Nem hiszem el semmit. Egyáltalán ki maga mi? Mi bőlél? Hány nőt bolondított el? Mi a szándék? Az igazi nem kérdezett meg! Viktor Edmond görög diplomata. Margit szigeti nagyszám. Becsapta le is soha. A gyanakó nem hisz nekem? Mi lesz a vége? Mondja, mi lesz? Mi lenne? Eltöltünk együtt még egy órát, aztán elfelejtjük ezt az egészet. Elfelejtjük az egészet? Hát nem vagyok meg a görög követet, aki meg akar ismerni. Hát erre nem sokáig szórakozik. Én röviden utána nézek annak, amit itt állít. És ha nem igaz, ha hülyét csinál belőlem és a családomból, akkor Jézus, én még ma este följön! Nem jelent ez! Nem jelent. Talán menjünk addig levegőre. Van idő, szép nyár. Követség munkatársai közül beszél valaki magyarul? Én beszélek. Én elmond neked mindent. Megjön, mint a háborogottak! Örület! Nem akar itt csokolozni, nem? Diplomata az erdőben! Együttünk sétál, beszélget! Mi? Mit tudni, maga nekem mondani? Mondok valamit! Enged meg csókolni! Képzel! Mi? Majd akkor, hogyha az apá lett, az olyanra hozta egy gyönyörűt! Hillatlanos vagyok! Gyári munkák! Egy havi keresetem kevés a ruhára, ami rajtad van! De igaz? Nem igaz! Igaz! Becsaptalak téged, de becsapott az is! Csajba biztos vesztek feladok! Amit elveszítek, minden semmi, amit nyertek! Tartozom, de hittem, nem adok! Én meg te vagy, akit vártam, benned nem találtam! Mindent, amit meg nem kaphatok! Engedj el, mert írni akarok! Soha! Nem viszed el szárazom! Én nem kockadatottam előtt egy kamarolt fel! Engedj el, mindjárt!
Egyáltalán nem mondtad meg az öregeknek, hogy kiléptél a trösztről? Igazán nem tudtuk, hogy ez titok. Titok? Egyáltalán nem titok. Akkor miért nem mesélted el nekik? Nekik? Mikor? Na, dincsés, de anya, nem dobtad ki a kuk... Hol van a nyártok? Ki meg kávét főzni? Hát, hogy csak nem főzzön kávét. Tehát ha ő főz kávét, az nem kávé lesz, hanem lőket. Semmi íze. Így, hát minden nekem kell ebben a hátra csinálni. Minden! Megint a régi nóta, mi? Kicsit becsavarodtunk, igaz? Miért nem nézed inkább a tévét, kisfiam? Hm? Na, neked nem mondasz mindig, hogy kisfiam, jó? Oké. Okay. Kisfiam! Elég rossz bőrben vagy mostanában. Te viszont remekül nézel ki, drágám! Ugye? Őszintén aggódom, érted mondani. Éreztem is, hogy mondogattam is magamban, hogy fel a fejjel van, valaki őszintén aggódik, érted? Na, hiába bunyolod. Saci esténként csak is rólad beszél. Na, képzeled, miket. Elég már ilyen kiállhatatlan, én azért izgulok, hogy mi lesz veled most így egyedül. Egyedül? Hát nem vagyok én egyedül. Itt vagytok neked ti, az egész család, miért volnék egyedül? Ja, az az állás is. Mi a fenéhez akarsz kezdeni, mi? Ott adtál mindent Rudinak, azt az egész lakást. Ja, még a bútorokat is, pedig az közös szerzemény volt. Közös szerzemény volt. Ja, azt alaposan elhisztüzted. Éppen úgy, amikor hozzá mentél. Na, most látom Owen ezt. Sajnán. Hogy ezt, anya. Nem rossz. Na, ezek ott a híd alatt. Ezek legalább nem törődnek semmit. Jó, darító alakok. Pippi, az ilyeneket mind ki kellene írtani. Úgy fekszenek ott a káropingvinek. Mondjuk az se volna rossz. Pingvinnek lenni. Az Isten se ismeri ki magát rajtad ma. Törtéz úszta, hogy hozzá menjél Rudihoz, aztán meg ott hajod. Na meg ez az állás is. Na emlékszem, mekkora balhé volt, hogy apáik el sem mennek az esküvőre. Na ha nincs az a iszti a gázal, akkor el sem mentek volna. Amikor rátörtük az ajtót, hát én azt hittem, ott fogsz feküdni a kövön. Azért azt megnézted volna magadat. Én még sosem láttam egy gyilkost. Saci! Nem hozni fel ezt a szörnyű délután. Csak ülni a napon és nem csinálni semmit. Mi van? De figyelj már, Benci. No. De olyan sokat játszkodni földön. Te nem tudnál nekem mondjuk marihuánát szerezni? Mi csodád? Hát ilyet kicsejts a szádon, hát börtönbe akarod csugatni a testvéredet? Na, így készítettük ki a Rudit is, mi? Rámásztál az idegeire, gondolom. Ha valaki rámászott a másik idegeire, az egyszer biztos. Hiszen ez egy nagy szerelem volt, Vanda. Szerelem? Ki akarta minden törnélni az egész? Nem is szerettem. De... Köztetek valami difi? Tudod, mire gondolok, vagy láttad meg a számításodat? Na látod, azt nem találtam meg. Te kerestem, nem találtam sehol. De tényleg, Dönci, te nem láttad valahol az én számításom? Ja, hűlni, azt tudom. Hűlni. Ha ezeket hűlés... Akkor sem kell, hogy ennyire beszokom hozzá. Akarnád, ez a nő az előbb még nem is szerepel. Ezért ki jutott, hogy milyen fontos dolgokat adtunk ki? Csak nézem magát, nézem, hogy egy picit csinál. Várj, dolgozik az ember, küzd és hiába. Nem, maga nem igaz. Nem szokod elkeserednie. Nem tehet róla. Látja, mi ez itt? Egy akvárium. Egy istentelenül otromba akvárium. Aminek a falát már belepte az angol, és ki se lehet látni belőle. Az élet gyerekként csak néhány gubolyok száll fel a felszínre. Ennyi jele van az életnek. A buborékok. Látja, ezt érzem én is, hogy ez valahogy nem alkalmas hely. Tudja? Valamikor elindultam ott, ahol
Magam köré gyűjtöttem az embereket, a tenger, meg a hegyek. Álltam a hegyen és szóltam hozzájuk. Úgy a csodákhoz. A csodákhoz van ilyen más közegkel. Itt nem megy. Nem tudom őket magamban. Nem kellett volna erre vállalkozni. Na mindegy. Itt maradunk szépen díszhalacskák ebben az akváriumban. Jól megférünk itt valahányan, nem igaz? Néha kicsit. Neki koccanunk az üvegfalnak, ez aztán felbosztan, de... De ennyi az egész. Azért még így is nagyon jól magával tudja. Kicsit megbukszom. Az előbb az a kitörés, ugye? Ugye nem haragszik éppen. Istenem, milyen erős keze van. Hogy az enyémbe pár percet csak vagy nem most, hanem valamikor egyszer eljönne velem valahová. Mondjuk fölmehetnénk kettesben a hegyekbe egy menedékházba, és hogyha akarja, akkor én nem is beszélek. Akkor én nem szólnék egy szót sem, és ott biztosan nagyon jó lenne nekünk. Bátya, erre már én is sokszor gondoltam. Elmenni valahova, nézni egy folyót, tájat is. Nem csinálni semmit. Ha akarja, akkor mehetünk a folyó mellé is. Nagyon szeretem a folyókat. Bárhová, ahová csak akarja. Tartom magam, de hiába. Már a hangom se a régi. Hogy tudtam valamikor? Megismerkedtünk, és máskor is, hogyha kedve van egy kis familiáris hangulatra, ugyebár legyen szerencsénk. Hát, még nem is társalogtunk. Érdekes, nekem maga valahogy annyira ismerős. Hát találkoztatok. Jaj, nem, régebről. Nem a Madách Gimnázium vagy? Nem. Katonaságtól. Pilis Csaba? Na, Soha! Mi soha nem találkoztunk. Hát? Soha. Elnézést, tehát mindig összezavar az arc memóriám, ugye? Igen, nem bosszantó. Na, azt hiszem, nekiindulok én is. Csak benne szoruljon megint. Szólok az Imruskának, és ő segít. Imruskám! Vagy a nézve biztosan a konyhában olvas. Én nem hiszem, hogy a konyhában lenne az. Az én időmben, amíg szegény jó apám nem bontott asztalt, senki sem mozdulhatott a helyéről. Vanda, nem hallod? Anyád megkért, hogy hívd be Imrust. Alika nem elment. Elment? Ki ment el? Tényleg, hát hiszen még bőröm is volt nála. Pedig úgy érti ezt a szerkentyét. Na mindegy. Nem, itt az előbb azt mondták volna, hogy most jött meg vidékről, nem? Szóval elment. De kicsoda? Ki ment el? Hát könyörgöm. Hát úgy beszéljetek, hogy én is megértsem. Ki ment el? Imrus! Csak levegőzik egyet. Na hát. A sáját meg itt hagyta. Nagyon jól tudja, hogy milyen kényes a torka. Jaj, és a november a legveszélyesebb időszak. Gyerekkorában mindig mantra gyulladása volt, mondta is az orvos, hogy ki kellene vetetni, de valahogy elmaradt. Na, ő visszajön érte. Persze, hogy visszajön. Na, hogy fogok tudni innen kikormányozni? Mondja, ugye
Ugye maga is azt hiszi, hogy visszajön. Nagyon jól tudja, hogy milyen kényes a torka. Ilyenkor nem lehet már sál nélkül mászkálni az utcán. Hát ezerszer megmondtam már, hogy mindig az éjszakat megfelelőekkel öntöztem. Sokkom és sál. Vagy kalap? Kalap sál, ilyenkor már így van. Vanda, mit röhössz már megint? Mi az Isten csodája, tevetsz már megint? Csak azt tudtam megérteni, hogy mi olyan nevetséges itt mindig. Hogy mi olyan nevetséges. Vérsz
hirtelen megjelent a piros esernyő, ami jó régen volt, nem tudom pontosan melyik évben, de arra emlékszem, hogy Zorán lánya, Szandra még nagyon kicsi volt, ő kapta az első példányt ajándékba. Most ebből a piros esernyőből hallhattok egy dalt a szünet előtt, utána egy rövid 15 perces szünet lesz. Színészenekarunk, amelynek a koncertje is volt, az Asztalhoz Emberek zenekar elnevezésű színészenekar tagjai Hegyi Norbert, Janka Bence, Jenei Monika, Kalán Erika, Katona Bálint és Olasz András. Tehát egy dal a piros esernyőből. Amikor majd megnő, hogy mennyire